Fogat kellett húzni a veszprémi állatkert egyik kis majmának az egyik szemfogán, ugyanis egy tájog nőtt. A komoly szájsebészeti műtétnek számító beavatkozáshoz először a kis foghoz megfelelő eszközöket kellett beszerezni. Itt már a műtét után ébredezik ebben a kis ketrecben az a bolíviai mókus majom, amelyiknek a fogát kellett megműteni. Nem sokkal korábban még a műtőasztalon feküdt kipeckelt szájjal, előkészítve a beavatkozásra. Tavaly egy tigrisnek kellett eltávolítani a szemfogát az állatkertben, akkor és most is a méretek okozták a legnagyobb megoldandó problémát. Nehéz ilyen pici állathoz megfelelő műszereket összeszedni, hogy ezt kellő szakszerűséggel meg tudjuk csinálni egy ilyen beavatkozást. Ez a fog, ez az emberi foghoz képest a töredéke, ugyanakkor ennek a szemfognak egy szemfogról volt szó. A gyökere az a kint lévő fognak körülbelül a háromszorosa, olyan mélyen ül bent a fogmederbe. A leegyszerűsítve foghúzásnak mondott kezelés inkább egy komoly szájsebészeti beavatkozás volt, míg sikerült a gyökér végét is elérni. A műtét sikerült, így a kis mókusmajom rövidesen visszatérhet a csapatba a többiek közé. A mókusmajmok amilyen kicsik, olyan barátságosak, a gondozóik bármikor bejárhatnak közéjük. A kisbetegnek is ez volt a szerencséje, mert időben észrevették, hogy valami baja van. Be tudnak menni közéjük, szinte kézből lehet őket az ápolóknak etetni, és hát bizony hamar feltűnt, hogy valami nincsen rendben. Az egyik oldalon már nem úgy harap rá az ételre, hogy korábban, aztán egy apró duzzanatot vettek észre, és hát azonnal világos volt, állatorvost kell hívni. A beavatkozás sikerült. A kismajom néhány óra ébredezés után tudatához tér, és ha minden rendben megy, akkor az estét már a többiekkel töltheti. Az elvégzett beavatkozást követően pedig fájdalmai is megszűnnek, és újra rendesen tud majd táplálkozni.